Nagy volt a zsúfoltság a 2 évvel ezelőtti Lesz Festen Kisvárdán. A nyár az ilyen és ehhez hasonló könnyű zenei fesztiválok ideje, sok fiatal választja a szórakozásnak ennek a formáját. Ezek a helyek ugyanakkor a tolvajok számára is lehetőséget adnak arra, hogy megtömjék zsebüket. Leggyakrabban a csak rövid időre is nyitva hagyott táskákra utaznak, de nem ritka az sem, hogy a már tehetetlenebb ittas embereket lopják meg. Rengeteg fiatal megy ilyenkor szórakozni, különböző fesztiválokra, rendezvényekre. Hogyha már csoportban mennek 3-an, 4-en vagy akár többen, akkor figyeljenek oda egymásra, figyeljenek egymás értékeire is, illetve arra, hogy nyilván kultúrát, alkoholfogyasztásról sokat lehet beszélni, hogy mennyire sikerül, vagy mennyire nem. De azért általában minden csoportban van egy-két fő, aki hajlamosabb esetleg arra, hogy többet fogyaszt. Figyeljünk oda rá, hogy ne igyon annyit, vagy ha már annyit ivott, akkor ne hagyják magára, ne hagyják őrizetlen, hiszen könnyen kizsebelhet, kirabolhatják, hogyha hátra marad, vagy bármilyen más bűncselekményt el lehet a sérelmére követni. A rendőrség egyébként minden évben kiemelten kezeli ezt az időszakot. Nyilván fokozott rendőri jelenlét lesz majd a nagy tömegű rendezvényeken, a polgárőrség bevonásával. A parkolóban lehúzva hagyott ablak és pléddel letakart holmi a strandon. Tipikusan olyan esetek, amiket azonnal kihasználhatnak a tolvajok. Minden szezonban akad hol több, hol kevesebb strandi lopás. A megelőzés lehet a legjobb védekezés. Érdemes ezért a csomagokra, táskákra felváltva vigyázni, a parkoló autókban pedig ne hagyjunk látható helyen táskát, értéket, azokat inkább a csomagtartóban helyezzük el. Ma már a legtöbb strandon, így a sóstói fürdőben is igénybe lehet venni értékmegőrzőt. Itt a hangos bemondón keresztül is gyakran hívják fel a vendégek figyelmét arra, hogy vigyázzanak saját dolgaikra. Természetesen biztonsági őreink is vannak, nem csak a beléptető kapuknál, hanem járőröznek is folyamatosan, és nekünk már évek óta emellett még van egy rendőrséggel is, meg egy megállapodásunk. Nagyon sok rendőr használja a strandunkat ennek a megállapodásnak köszönhetően, és nyilvánvalóan, hogyha ők észlelnek strandozás közben is, akkor ugye kötelességük is, hogy közbeavatkozzanak és szolgálatba helyezzék magukat. Úgyhogy igazából, ha az elmúlt évekkel visszatekintek, olyan komolyabb értékű strandlopás, nyilvánvalóan papucsok tűnnek el, de ez inkább figyelmetlenség talán, hogy az ember felveszi tévedésből egy másik ember papucsát, de komolyabb érték eltulajdonítása nem volt jellemző, és bízom benne, hogy ez továbbra is így marad. Az esetek többségében nehézséget okoz, hogy a sértettek legtöbbször csak távozáskor veszik észre a bűncselekményt, így szemtanúk hiányában nehéz felderíteni a tettest. Azt ugyanakkor a rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője is megerősítette, hogy az utóbbi években egyre kevesebb ilyen bejelentést kapnak. Ha nincs értékmegőrző, akkor törekedjünk arra, hogyha ahol a cuccunk van, figyeljünk oda rá, és hogy valaki maradjon ott általában azért, aki mondjuk őrködik. Ha gyerekekkel strandolunk, akkor a gyereket, viszonylag a nagyobb gyereket és a legkisebb időre sem hagyjuk figyelmetlenül, tehát hogy mindig figyeljünk rá, hogy mit csinál, merre jár, kivel van. Összességében azt lehet mondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a strandlopások időszaka most nem azt mondom, hogy lejárt, de egy ilyen nagyon visszahúzódóban van. Köszönhetően egyrészt mondjuk, hogy a rendőrségnek a prevenciós tevékenységének, köszönhetően annak, hogy a rendőri jelenlét azért nagyobb strandokon a megyében folyamatos, és egyébként nyilván a maga a strand is megtesz mindent annak érdekében, hogy biztosítsa a feltételeket arra, hogy az értékeket el tudják zárni. Az osztályvezető hangsúlyozta, aki ilyen bűncselekmény áldozatává válik, vagy lopás szemtanúja lesz, kérjen azonnal segítséget. Ha a helyszínen nem lát rendőrt, hívja a 112-es segélyhívó számot.